Az elmúlt hétvégén Tiszavasváriban rendezett négy csapatos tornán tartotta a bajnoki főpróbát a Nyíregyházi KC. Granzsán Gábor együttese egy győzelemmel és egy vereséggel a második helyen végzett a négy csapatos mezőnyben. Korábban három felkészülési meccset játszott a csapat, amelyhez új játékos nem érkezett a téli szünetben, viszont tavasszal két kézilabdázóra egyáltalán nem, egyre pedig csak részben számíthat az edző. Az őszi sérüléséből sajnos a Bécsi Jánosnak egy térműtétre került sor. A Lejter Imre az távozott a csapattól, és a Brown Bruno is bejelentette, hogy nem tud 100%-osan a csapat rendelkezésére állni, de ő amennyi lehetősége van, ő a tavaszi szezonban még fogja támogatni a csapatot. A Nyíregyházi együttes a tabella harmadik helyén várja a tavaszi folytatást. A csapat edzője szerint nem lesz egyszerű megtartaniuk a dobogós helyezést. Az őszi szereplésünk az egy bravúros eredmény volt. Látva a többi csapatnak a játékos állományát, és sajnos lehet tapasztalni, hogy ők erősödtek személyi állományban is, hát egy nagyon nehéz tavasz előtt állunk. Rangadó jellegű mérkőzéseink vannak hazai pályán, idegenben megyünk a két első-második helyezethez, ami nem lesz egy könnyű feladat, és hát a kapaszkodó kis csapatokkal mindig szoros meccseket játszik ilyenkor tavasszal az ember, mert mindenkinek kell a pont. A Nyíregyházi KC a tavaszi nyitófordulóban vasárnap a Törökszent Miklósi Székás otthonában lép pályára. A megyebeli csapatok közül a Nyírbátor a Törökszent Miklósi K együttesét fogadja, a Tiszavasvári pedig Szigetszent Miklósra látogat.